Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás november 21-éig. Ezúttal itt középen Luna, vagy a Hold látható. Ennek most van egy jelentősége a hétvégén, hiszen a Hold eléri a pályáján azt a pontot, ami a legmesszebb a Földünktől tekintve. Ezen a ponton hat ránk, kihat az érzelmeinkre. Ezt Lilith energiának szoktuk nevezni. Ilyenkor ezeken a napokon érezzük a vágyakat, az álmokat, a reményeket. Van egy olyan pont is a Hold pályáján, amikor a Hold nagyon közel áll a mi Földünkhöz. Akkor érezzük azt, hogy ez az álom megvalósul. Viszont, ha a Hold túl messze van a Földünktől, mint most hétvégén, akkor úgy érezhető, hogy ez az álom nem teljesül be. Ilyenkor kell a bizalom, a hit. Az is előfordulhat, hogy ilyen napokon mások mondják azt, ne álmodozz annyit, ez úgysem teljesül be. De bízni kell, és kell ez a hit. Ez az energiamező érezhető most hétvégén. Hogyan tovább, mi történik? Itt az egyes szám rád utal. Itt a tűz eleméről van szó, az jelenti az életerődet, a bátorságodat. Itt vannak lehetőségek, előre mennek az események, de te irányítod ezt. A hatos szám az jelenti a múltat. Ebben van egy kis nosztalgia is, az emlékek. Lehet, hogy te gondolsz vissza a múltra, de azt is jelentheti ez a kártya, hogy valaki gondol rád, visszatér a múltból, és úgy érzi, hogy sikerei lesznek nálad. Még valami közeledik. Itt átnyújt valaki számodra egy arany érmét. Ez természetesen lehet nyeresség, vagy utalhat az anyagiakra, a munkára, egy meglepetés, vagy egy jó ajánlat. De ha párkapcsolatról van szó, akkor ez az arany érem jelenti a belső értékeket, hogy te értékes vagy számára. Azon kívül utal a Föld elemére, tehát reális dolgokra. Most hétvégén ennél a Lilith energia mezőnél tényleg fontos, hogy meglegyen ez a hit, ez a remény, hogy ez az álom megvalósul. Itt ezen a képen szintén a botok vannak, ugyanúgy, mint itt, és ennél a kártyánál is. A botok jelentik a tűz elemét. Az utal az életerődre, a lelkesedésre, a mozgásra, sőt, még a testi kapcsolatra is. De itt látható ezen a képen, hogy még valami korlátoz téged. Hiszen ez a négy bot itt fogva tart vagy téged, vagy őt, ez lehet még egy bizonyos helyzet, amiből szeretnétek kilépni. De jelentheti az érzelmeket is, a félelmeket, a bizonytalanságot, és ezen kellene áttenned magadat. Itt látható a te nőiességed, ezt mások észreveszik, utal a kreatív tevékenységre is,
amit ez a kártya még jelent, a belső egyensúly, ez a harmónia. Ilyenkor azt szoktam mondani, itt van egy arany szabály, ne túl sokat, ne túl keveset. Itt a kettes szám utal a párkapcsolatra, rád és ő rá. A kelyhek jelentik az érzelmeket. És itt a rózsák természetesen utalnak a szerelemre. Itt szerencse lesz. És pontosan ennél a Lilit energiánál fontos, hogy erősítsd a hitedet. Amennyiben vannak még munkahelyi témák is a szerelem mellett, itt lesz egy ajánlat, győzelem, egy új kezdet, és akkor ez a kép utalhat egy szerződésre is. És én kívánok neked egy szép hétvégét, nagyon sok szeretettel, Dendera!